Bár a Bungie tagjainak többsége nem akart újabb évtizedeket eltölteni a Halo univerzumban, azért szép számmal akadtak olyan fejlesztők is a csapatban, akiket továbbra is vonzott ez a világ. Rájuk építve alakult meg a 343 Industries nevű új fejlesztő stúdió, akik zökkenőmentesen átvették a stafétabotot a Bungie-tól. A mai napig ők gondozzák ezt a világot, beleértve a jelenleg Magyarországon készülő tévésorozat felügyeletét is. A csapat első teljesen ellenálló munkája a Halo 4 elkészítése volt. Ahogy a számozás is jelzi, ez a Master Chief eltűnésével végződő harmadik rész közvetlen folytatása lett. A korábbi részek a Covenant és a Flood idegenfajokra koncentráltak. Ez az epizód viszont a Halo gyűrűket korszakokkal régebben létrehozó Promethean fajra, illetve az egyre romló állapotú mesterséges intelligenciára, Cortanára koncentrált. Az új ellenfeleket és fegyvereket tekintve ez nagyszerűen sült el, de a kampány így is visszalépést jelentett. Akármilyen gyönyörű is volt a Halo 4, a csaták léptéke kisebb lett, és a jármű használat is visszábszorult kicsit. Fel volt adva tehát a lecke a fejlesztőknek, és szerencsére a már Xbox One-ra készült Halo 5 gárdája tanult is az elődök hibáiból. Ez elsősorban a pályák kialakításán, a harcrendszeren látszik. Az ötödik rész sokkal élvezetesebb csatákat kínált, mint a Halo 4. Bár a reach intenzitását sajnos nem sikerült teljesen visszahozni, és még mindig nem volt annyi járműves szakasz a játékben, mint a fénykorban, a fejlődés tisztán látszott. A kampánnyal kapcsolatban egyetlen panaszunk lehet. A játékidő felében nem Master Chief-et irányítottuk, hanem egy rávadászó kommandós csapat tagjait. És játékosként bizony igen nehéz volt beleélni magunkat abba, hogy a 2001 óta irányított karakter az emberiségre leselkedő veszély lenne. Multiplayerben online viszont a Halo 5 nagyszerűt alkotott. A Warzone multiplayer mód hatalmas, nyílt pályákon járművek tucatjaival várta 24 játékosát, ráadásul egy csatatereket a gép által irányított ellenfelek tették még kaotikusabbá. A játékosoknak hamar meg kellett tanulnia, hogy sokkal nehezebb úgy elfoglalni egy bázist, ha közül egy hatalmas, fő ellenfél szintű ellenfél tombol körülöttünk. A Halo 5 2015-ös megjelenése óta a 343 Industries rengeteg időt töltött a Master Chief Collection szépítgetésével és bővítgetésével is. Az eleinte csak a korai játékok felújított változatait tartalmazó gyűjtemény ma már PC-n és konzolon is minden fontos Halo játékot tartalmaz, a lehető legmodernebb formában tálalva azokat, beleértve a multiplayer lehetőségeket is. Bár a program első verzióival voltak még elég komoly gondok, mára ez a projekt lehető legigényesebb tiszteletadással nőtte ki magát, ami csak elképzelhető egy ilyen fontos sorozattal kapcsolatban. A stúdió azonban nem csak a múlttal foglalkozik, de a jövőt is szorgalmasan építik. Noha a Halo Infinite-ről Master Chief 6. kalandjáról jóval kevesebbet lehet tudni, mint azt szeretnénk, az biztos, hogy az eredetileg az Xbox Series konzolok premierjére szánt játék kapott egy extra évnyi fejlesztési időt. Hogy pontosan mikor fog megjelenni, és hogy még fontosabb, hogy milyen lesz, azt még nem tudjuk. Nagyon reméljük, hogy a Covid-dal kapcsolatos problémák ellenére a fejlesztők ki tudják hozni a maximumot mind terveikből, mind pedig az új hardverekből.